Az online zaklatás jellemzően bántó, megalázó üzenetek, hozzászólások küldése a világhálón keresztül. Ide sorolják még a kiskorú felhasználóknak címzett szexuális tartalmú üzeneteket is. A legjellemzőbb, főleg fiatalkorúaknál, hogy szakítás után a partnerről készült intim fotóval élnek vissza. Akár egy kapcsolat elején, amikor még nem gondolunk bele abba, hogy ennek vége is lehet, vagy pedig egy rossz vége lesz ennek a kapcsolatnak, és megosztottunk, bizalmasak voltunk azt a képet, amit egyébként már későbbiek során visszavonnánk, erre nem lesz lehetőségünk. Törölhetjük arról az oldalról, de soha nem tudjuk azt, hogy ki készített róla akár képernyőfotót, hova mentette le, és hol fogunk vele találkozni. Egyetlen egy rossz döntés fiatal korban a későbbi életünket befolyásolja. Az internet nem felejt. Az online zaklatás egyedisége, hogy akár egyetlen cselekedettel, de folyamatos üzenetküldéssel is maradandó károkat eredményez. Az online térben egy bántó videó vagy kép posztolása is okozhat áldozattá válást. Az online zaklatást elszenvedő kiskorúakat arra bátorítják, hogy forduljanak egy felnőtthöz. Ha személyesen ezt nem merik megtenni, hívják a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt a 116-111-es ingyenesen és anonim módon hívható telefonszámon. Az a tapasztalatunk, hogy már önmagában az, hogy valamilyen tabunak tartott, szégyennel övezett, eddig titkos történetet el lehet mondani, ezt meghallgatják, egy nem ítélkező, empatikus válaszreakciót kapok, hogy ez már tud segítő lenni. És tudunk olyan kérdéseket feltenni, információkat adni, olyan visszajelzéseket adni a beszélgetés során, amik közelebb vihetnek a megoldáshoz. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a zaklatott készítsen képernyőfotót, így bizonyíték birtokában tud fordulni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz vagy a rendőrséghez. Az internet hotlinehoz online zaklatás esetén is lehet fordulni. A támogató és segítségnyújtó szolgálathoz 2021-ben a bejelentések 2,6%-a érkezett ebben a témában. 2022 első felében viszont már 4,4% ez az adat. Az internet hotline kapcsolatban áll a nagyobb közösségi média platform szolgáltatókkal, így hatékonyan tud fellépni a bejelentésekkel kapcsolatban. Az online zaklatásnak súlyos következményei lehetnek az áldozatokra nézve. Önbizalomcsökkenés, depresszió, később tudatmódosítószerek fogyasztása vagy agresszió is előfordulhat. Legrosszabb esetben öngyilkosság is történhet.